Csütörtökön hazahozhatják Bulgáriából a 3 hete kómában fekvő Burkus Vanessát. A 19 éves lány barátjával és 2 másik magyarral szenvedett balesetet nyaralás közben. Azóta a burgaszi kórházban kezelték 3 törött csigolyával és 2 oldali agyödémával. Vanessának utasbiztosítása nem volt, csak európai egészségbiztosítási kártyája. Az OEP mégis átvállalta a lány bulgáriai kezelésének 6 milliós költségét. Pontosan elmondani, hogy szerkesztőimmel együtt egész nap azon dolgoztunk, hogy elérjük telefonon majd a ma esti beszélgetéshez Vanessa édesapját, aki már kint tartózkodik Bulgáriában, Burkus Sándort. Egyelőre Burkus Sándor telefonja elérhetetlen, abban a pillanatban, hogy elérhetővé válik, természetesen bekapcsoljuk most az adásba, de itt a stúdióban köszöntöm Horváth Pétert, a MABISZ elnökét. Jó estét kívánok, köszönöm szépen, elnök úr, hogy elfogadta meghívásunkat. Jó estét kívánok, hadd korrigáljam egy pillanatra, nehogy elvegyem más kenyerét, én az utasbiztosítási tagozat elnöke vagyok. Most, hogy mondja, láttam is, hogy fel is van ide írva, csak túl sok betű volt. Nem probléma. Figyelmem. 2 héttel ezelőtt voltam kint Horvátországban, nem is ez a lényeg, hanem az, hogy én még egyszer sem utaztam úgy el külföldre, hogy ne kötöttem volna utasbiztosítást. De tudja miért? Azért, mert nagyon-nagyon sok ismerősöm van, akik biztosítási cégnél dolgoznak, és ők mindig felhívták arra figyelmem, hogy hiába van ilyen plastik kártya, vagy nem is tudom, hogy néz ki ez az uniós egészségügyi kártya, az tulajdonképpen egy csomó dologra nem is jó. Akkor mire kell? Ugye ez olyan, mint egy bankkártya, és tulajdonképpen egy TB kártyát szimbolizál. Tehát tudni kell azt, hogy Magyarországon egy TB kártya mire való, mire lehet használni. Körülbelül ugyanarra lehet használni külföldön is, az Európai Unió, illetve Svájc területén ezeket a kártyákat. Egyet azonban tudni kell, hogy ez a kártya minden országban csak olyan jogosítványokat ad a külföldi állampolgárnak, aki rendelkezik ezzel a plastikkártyával, mint a helyi biztosítottaknak van, és az államilag biztosítottaknak. Ugye ne hasonlítsuk magánbiztosítókkal. Ez tehát minden országban akár más és más. Pontosan, erre az OEP honlapján csodálatos szépen fölhívják az utazók figyelmét, országonként meghatározva a specifikumokat. Önök akkor alapvetően mit üzennének azoknak az utazóknak, akik még nem indultak el? Hogyan induljunk el egy külföldi útra? Ugye az nem probléma, hogy valakinek van egy európai egészségbiztosítási kártyája, nem kerül semmibe, 4 évre elkészítik, ha itthon fizeti a TB-jét, tegye be a táskájába, a tárcájába és tartsa magának. Magánál. Ezen kívül mindenképpen kössön egy utasbiztosítást. Mi a nagy különbség, és különösen erre az esetre most fókuszálva. Ugye a sajtóban többször megjelent, hogy nem tudnak kommunikálni a családtagjai, szerencsétlenül járt, balesetet szenvedett lányuk orvosaival a kórházzal. Kérem tisztelettel, ez nem feladata az OEP-nek. Tehát ebben a kártyában egy 24 órás kommunikáció, adott nyelven nyújtott segítség nincs benne. Egy utasbiztosítás. Bárhol a világon fölhívom a biztosító által megadott telefonszámot, ahol egy kedves hölgy vagy egy úr fölveszi a telefont, függetlenül attól, hogy hajnali 1 óra vagy 23 óra van, és megpróbál számomra egy pillanat alatt egy megnyugtató mondatot mondani, és megpróbál segítséget nyújtani. Csak egy apróság ebben, persze ebben az egész történetben, ami Burkus Vanessával történt. De hogyha jól értem, ha lett volna neki egy ilyen rendes utasbiztosítása, akkor a magyar biztosítók részéről lehetett volna mondjuk talán egy olyan tolmácsot, nem tudom ezt hogy hívják, aki mondjuk akár bolgár nyelven kitűnően beszél, és a kint tartózkodó bolgár orvos látva ugye ezt a biztosítást, elbeszél és átbeszél mindent a magyar ügyféllel, ugye? Teljesen igaza van, szerkesztő úr. Olyannyira, hogy tudni kell, ugye, hogy ebben a balesetben 3 sérültek meg, 1 szerencsétlenül járt ügyfél meg is halt a helyszínen, 1 súlyosan sérült medence csonttörést szenvedett, és mellette a 3. Vanessa, akiről most beszéltünk. A másik 2 ügyfélnek volt utasbiztosítása, ott sajnos a holttestet a biztosító haza is szállította, illetve a medence csonttörést szenvedett másik utast pedig szintén kórházi kezelésben részesítette, és a szállíthatóság pillanatakor haza is szállította Magyarországra, tehát ő is már itthon van. Na, akkor itt most adunk önnek egy kis pihenési időt, mert a kollégáim jelezték azt, hogy Burkus Sándort sikerült elérni telefonon, aki
Tehát még egyszer elmondjuk, hogy már Bulgáriában tartózkodik, és hogyha minden igaz, akkor Burkus Sándornak már sikerült a lányával találkoznia. Jó estét kívánok, Burkus úr! Jó estét kívánok, üdvözlöm! Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünk rá. A legeslegfontosabb az önök számára, a család számára, a hozzátartozók számára. Mondja el nekünk, legyen olyan kedves, hogy most milyen állapotban van az ön lánya, Vanessa. Tehát jelen pillanatban is kómában van. Tulajdonképpen a baleset óta igazából nem javult az állapota neki. Élekeztetünk éppen van, több elégségesítést jelentkezett a baleset folyamán. Ebbenleges javulást nem tudok mondani. Nagyon-nagyon szakadozva hallom, mint hogyha ugye most ön azt említette volna, hogy az orvosok azt mondták volna, hogy javulást nem nagyon látnak, vagy tudtak előre jelezni. Igen. Annyit tartunk tájékoztatást, hogy nagyon-nagyon minimális a javulás, tehát igazából nem látható, nem igazán érve. Burkus úr, önök számára nincs ember pillanatilag Magyarországon, aki jobban akarná azt, hogy a kommunikációban valamilyen visszajelzést kaphassanak a saját lányuktól. Amikor ugye azt mondja, hogy ő most kómában van, kómában fekszik, úgy értsük ezt, hogy tulajdonképpen akármit csinálnak vele, megsimogatják, beszélnek hozzá, semmifajta viszont válasz, akár testbeszéd formájában nem érkezik tőle? Nem, sajnos abszolút nem. Semmilyen olyan jelzés nincs visszafele a részéről, amikor tudnánk, hogy ugye akár érzékelileg hallja, hogy ott lennünk. Egy egész ország izgul most Vanessáért. Ön most kint tartózkodik, az az orvoscsoport, aki segítségére lenne Vanessának abban, hogy megérkezzenek, hazaszállítsák Magyarországra, ők már szintén kint vannak Bulgáriában? Nincs, holnap reggel fognak indulni, és az elvetőlegesen bulgár idő szerint 11-es fél 12 között fognak a kórházba érkezni. És már holnap, hogyha megérkeznek a kórházba, akkor a holnapi nap során, tehát csütörtökön Vanessa meg is érkezik Magyarországra, azon belül Szegedre? Igen, ők beérkeznek a kórházba, ahol a bulgár kollégától átvettük a kislányt, és utána azonnal érkezik a kórházba. Továbbra is ugye nagyon-nagyon rosszul halljuk, de azért nagy vonalakban lehet érteni. Igen, sajnos, mert tömegközlekedésen vagyunk, amit is volt a vonal sokszor. Ez most a legkevesebb problémája legyen önnek, Burkus úr. Ami még érdekelne, aztán utána hagyjuk önöket, hogy tudjuk-e azt már, hogy Vanessa egészen pontosan hova kerül, milyen osztályra kerül, és utána milyen ellátásban részesül majd? Jelen pillanatban azt a tájékoztatást kaptuk a részéről is, és maga a kontrollból is, Szegedre fogják szállítani, de ott fog leszállni a gép. Az új klinika veszi át ugye a szállításnál, és ők fogják a további kezeléseket, illetve intézeteket elvégezni rajta. Érkezése után klinikának az intenzív osztályt fogja átmenni, tehát jelen pillanatban is tovább intenzív ellátással. Nagyon sok segítséget kapott, úgy hallottuk, arról olvastunk. A szállítását, azt önök helyett kifizeti akkor most a családnak valaki? Ezt az OEP-ja szintén, maga a 3 hetes kórházi ellátást és a szállítást is felvállalta. Sándor, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt. Minden jót kívánunk az ön lányának, minél hamarabb, minél gyorsabb felépülést kívánunk Vanessának, és nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy még ilyen nehéz helyzetben is, főleg még úgy, hogy említette, hogy egy tömegközlekedésen van, vállalta ezt a telefoninterjút. Minden jót kívánok! Hát én szeretném megköszönni önök által is az egész
Vanessa minél hamarabb... Vanessa minél hamarabb gyógyuljon föl. Burkus úr, köszönjük szépen még egyszer a rendelkezésünkre, hát minden jót kívánunk, viszont hallásra. Még egy gondolat, elnök úr, hát mert ugye ez azért mégiscsak felkavaró, érzelmileg meg megrázó, amikor az ember egy ilyen történetet hall, de nagyon sokszor említjük azt ugye egymás között baráti társaságban, hogy ugye mindig egymás hibáiból tanulunk. Ez így igaz. És tehát ennek az egész ügynek mondhatnánk azt, hogy lehetne nagy általánosságúba véve az is a tanulsága, hogy ne kerüljön a Burkus család ilyen nehéz helyzetbe, hogy nem tud kifizetni több millió forintot, mert hogyha mi kötünk biztosítást, egy biztosító társasággal leszerződünk, utasbiztosítás, akkor tulajdonképpen beixelhetjük ugye azt is, hogy mi szeretnénk arra a kategóriára igényt tartani. Természetesen, és ugye azt nem szabad elfelejteni, hogy a utasbiztosítások díja borzalmasan alacsony. Tehát 300, 400, 500 forintért Európán belül per nap már vásárolható egy utasbiztosítás. 500 forint nincs egy kávé a Váci utcában. Tehát gyakorlatilag minden további nélkül meg tudjuk vásárolni magunknak azt a biztonságot, ami egy ilyen esemény esetében segítségünkre nyújt. Horváth úr, nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy itt volt.